Sziasztok, itt egy LPS Bálint, és ebben a videóban a honfoglaló sorozatomnak a negyedik részét fogom kiadni. Elnézést kérek, hogy uh, már nem, csinál, hogy nem, csináltam még LPS-es tartalmat. Megígérem, hogy a következő videó az a 130 feliratkozós különkiadás lesz. Ami az LPS szorozat sorozatomnak a folytatása lesz. És már a fejemben ki is rajzolódott. Én nem szoktam ilyeneket használni, hogy forgatókönyv meg ilyenek, túl sok munka lenne. Lusza vagyok, tudom. Szóval, hogy a fejemben így már kirajzolódott egy történet, hogy miről fog szólni. Na, a honfoglaló negyedik része, ugye mennyit írunk? 2020. október 6-a. Bocsánat, hogy ilyen késő este csinálom a videót. Szóval, október 6-a van, Aradi Vértanok emlékére készül a honfoglalónak a negyedik része. Ähm, hm. Mit is akartam? Ja igen, játék Ja, illetve Gróf Batyányi Lajosnak a halálának az emlékére készül a honfoglalónak a negyedik rész. Talán csak adok egy kis hangot. Egyébként először már felvettem egy, egy videót erről, csak, csak hát abban sajnos veszítettem, és hát inkább úgy döntöttem, hogy elindítok egy újabb kört. Ellenségeink Vera, 89 és Krisz. Krisz a Krisz Advice. Nem tudom, valaki ismeri ezt a youtubert, vagy nézeljét valami közt, valaki köztem nőrtábbot. Vá... tás <laughs> Majdnem mindenki adott tippelt. Krisz négyet tippelt, ő is közel volt hozzá. Na, e, hát akkor azt mondom, sajnálom, Krisz, de félek, hogy megtámadnám a vá megtámadnád a váramat. Szóval inkább itt szépen körbe Na, Vera 89. Ho! O, nem, azt hittem, hogy kicsit északabbra fogja vinni a területét. Hány szín... Hány színből áll Szlovákia zászlaja? Ez az! Ilyen országok zászlaiból én mindig nagyon jó voltam, meg illetve, hogy például ennek a városnak mi a főváros, tehát hogy földrajzból jó vagyok, mert érdekel Mert tudjátok, országlopták, azért, azok miatt. Ha már fehér vagyok, akkor foglaljuk el Fejér megyét. Oh, Vera 89 az igen mennyi megyét meg tud, el tudna foglalni. Szegény Krisz! Hány lábú egy degunnak. Bocsánat, én, ne, én, nem, én nem ismerem ezt a degun nevű állatot, de... Ah, négy. <laughs> Mindenki kettő tippelt. Szegény Krisz, 20 szintű ellenére, szegényke most nagyon rossz. Én <laughs> ja, ezzel most jót nevettem. <laughs> Mindenki hatott, bocsánat, kettő tippelt. Hát akkor Bácskiskó megye, engedjük meg Vera 89-nek, hogy elfoglalja Heves megyét. Mi más foglalhatott volna el? Na nézzük! I, azt tudom, hogy sok volt nyolcadik Henriknek. Tudom, azt tudom, hogy sok volt. Nyolc talán? És ott van! Igen! Van egy homokor nevű magyar YouTube csatorna, ahol pont egy ilyen uh, magyar repcsatákat csinálnak. Na, az egyik repcsatában pont szerepelt ez a... Nem inkább csonkrácsanád. Ez a nyolcadik Henrik versus Ted Bundy. Na, abból tudtam, hogy hány felesége volt a nyolcadik Henriknek. Akkor tereszkedjünk egy kicsit az Alföld felé. És Krisz elfoglalatott egy megyét, hozom a pesgöt. Egy, kettő, három, négy, öt. És Vera nagyon szépen eltalálja. Nagyon szép. Szép. Hát ugye Vera csak két megyét tud elfoglalni, ugye Szabolcs-Szatmár-Berek megyét és Hajtubihar megyét. Akkor azt mondom, hogy foglaljuk el, hát... Legyen Baranya megye, ha már ott van Pécs. Tippelek. Megérdemli Krisz azt a területet, azt mondom, megérdemli Krisz azt a területet. N Kezdődjön a csatafaragó Andreás, és Krisz kezd, nézzük, szegény Krisz csak engem tud támadni. Nézzük. Na Krisz, Veszprém megye, melyik pénzügyi eszköz a legkevésbé kockázatos? Amikor először felvettem monfoglalós felvétel, abban pont ugyanez a kérdés volt, és onnan tudtam, hogy állampapír. Hmm. Legyen ezt szólnok konszolnok, tisza füred miatt. Ki Rumin legjobb barátja a Berjudit regényeiben? Úha! Én nem tudom ki ez a Rumini meg a Balikó. Bocsánat, hogy tudnom kéne, de nem tudom, hogy ők kik. Vera 89 következik. Most jön fel, hogy ennyi megyét elfoglaltam azt az részván fücsülő rész Linzer tojás talán. É élesztő nem kell linzer elkészítéséhez. 600 tudom. Én jövök. Na Vera, ha csak vissza Pest megyét. Mely követ, követve jutott el Alice csodaországba? A fehér nyuszi. Nem láttam a mesét, de láttam a Dancsó Péter szakszerűen videóját. Nyolc jegyű szám. Hohohohohoho! Egy, ho, 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 ho. micsoda? Jó, Jink, kevesebb kilences tírta. Szuper. Na, Milyen lény volt Óz a nagy varázsló? Hát ember. Ember volt. Kövi kérdés. Hmm. Honnan tudjam centiméter? Jól van, jó írtam. Ilyen nincs a részfán fücsülő részurikátáját. Ne tudjátok meg, milyen nehéz volt nem káromkodni. Kövikér! Már ki jön most, Krisz jön, na bácskis komedjét kérlek, foglald el, Krisz, vagy valamit csinálj, és Veszprém megye. Hogyan nevezzük a két vagy több személyes biciklit? Mi az a tandem? Úristen, ennyire hülye lennék. Miért csak most jövök csak rá? Hoppá, és nem engem! Milyen színű papa nadrágja? Piros! Ezt ki nem tudná? Kövi kérdés, melyikében kezdődött a Stalingrádi csata? 45 nem? Ott van! Ott van! Úgy vágom a második világkáborút, mint még soha senki tisztelet a kivételnek. Krisz, na gyere, Krisz! Csak azért is Veszprém megyét akarja. Melyik sportágban lesz sokszor szilágbajnok Egerszegi Krisztina, hát úszás. A Krisztina úszásban volt sokszoros világbajnok. Ezt tudom, ezt tudnom kell. Hibás kérdés jelentés, hogy nem ez lesz. Ezt nagyon vágom filmek és belség bemutatását. És ott van, ott van. Én növök és adsz a kérlek, ver a komárom Esztergom megyét. Hadd szépen vissza! Hogyan készülnek az azonos mint alapján létrehozott dolgok a mondás szerint? Egy hurra talán? Egy kapta fára? Én ezt a mondást nem ismerem. Vera jön, na gyere Vera, támad meg a váromat! Ho, ho és nem a váromat támadja meg. Ki mazsol a társa a mesében? Hát tádi, mazsula is tádi, imádom azt a bábmesét. Az országok területe szerint hányadik legnagyobb állam Argentína? Me van! Én jövök, és akkor azt mondom, hogy legyen egy vártámadás. Meg ki nem szerep... Melyik nem szerepel a Vörös Sándor varázsénekében? De itt hogyan foglalja kell várat, semmit nem tudok? Én azt sem ki az a vörös sándor. Jó van, tudom, költő volt, de... Krisz összefogott velem. Mit vizsgálnak az autókon a környezetvédelmi vizsgálat során? Kipofogó gáz, szennyező anyag Így is van. Hány lába van két ökörszemnek és három vaddisznónak összesen? Nem már, és Vera megvédte a várát, fú, de mérges vagyok ezért. Vég a játéknak, és hányadik lettem? Vera 98 első helyezett, én a második helyzet, Krisz pedig harmadik helyzet. pedig Látok, Krisz 20 szintű volt. Nem baj, hát köszönöm szépen a figyelmet, még egyszer mondom a biztonság kedvéért a negyedik rész az Aradi Vértanuk és Gróf Vacsányi Lajos halála emlékére készült. Hát köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengőt, hogy ti akartok lenni az elsők, akik kapnak értesítést, hogy jött új videó. Én a PS Bálint voltam. Addig is. Sziasztok!